Na jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, kinek mi van, ugye? Üdvözlök mindenkit így vasárnap hajnalban. Régen nem volt már ilyen, hogy én vasárnap vlogoljak, de hát most úgy alakult, hogy most van lehetőségem, és hazafelé. Na, kicsit elirigyeltem Pintyőke kollégától a Mi történt a héten című live-ját, csak én nem live-ba csinálom, hanem vlogba. Szóval az történt, az volt a héten, mert ugye az a címe a videónak, hogy mi volt a héten. Szóval, hogy az volt a héten, hogy hát történtek dolgok és más, így Nagy-Britannia tekintetében, meg a saját privát cím is. De ugye Nagy-Britannia tekintetében hétfőn megnyitottak azok a pubok, ahol van kerthelyiség, vagy ki lehet ülni, ugye? Tehát a kerthelyiséget nem szó szerint kell érteni, hanem úgy, ahol van terasz, ott nincs szavasz. Na, nekem olyan fordítva, tehát ahol van terasz, ott ki lehet ülni, és akkor azok a pubok, azok megnyithattak. Most április 12. április 12-ével, ugye? Illetve a nem létfontosságú üzletek is, tehát most mindenki ment fodrászhoz szépítkezni, meg mit tudom én. Úgyhogy kint, hát az igazság, hogy voltam kint ugye a héten, ilyen-olyanokból így vásárolgatni, meg mit tudom én, és elmentünk a párommal a piacra, és hát mindenki élvezte a jó időt, tehát mindenki kint ült a teraszon, de máshol is, tehát más ötöknél is megvan az csinálva, hogy a terasz hirtelen kétszeresére nőtt, ugye, a járdak árára. Na mindegy, nem az a lényeg, hanem hogy jelen pillanatban annyian akarnak, mindenki akar menni sörözni, hogy állítólag be kell jelentkezni, tehát bukkolni kell időpontot, mert nem csak úgy bemegyek a sörözőbe, azt kérek egy sört, azt leülök a teraszon, hanem hogy hívják, van rendszer, van, tehát regisztráció van, előregisztráció. Na, meg aztán a héten történt az is, hogy hát szegény Fülöp herceg elment, elhunyt 99 éves korában, ugye ő a Brzsinek a férje volt, az Erzsébet királynőnek, második Erzsébet királynőnek, és hát amúgy is már beteg volt, tehát elment. Na hát tegnap el is temették. Tehát az az érdekes, hogy ugye ők tudomásom szerint anglikának, tehát zsidóknál szokás az, hogy három napon belül el kell temetni az elhunytat, de ehhez képest Fülöp herceg eseteket óriáztak sokat, tehát jó, mindenre volt készítve, persze, meg nem érte őket teljesen válaszolunk, de hát azért, na. Na mindegy. És ugye tegnap volt nemzeti gyászpillanat, vagy gyászperc, ugye a temetés kezdetekor délután 3-kor volt nemzeti gyász. Na, hát hogy mi lesz akkor, ha esetleg a felesége is követi, ugye? Tehát az egy érdekes kérdés. Hát ha majd az aktuális lesz, akkor már mondom, egy olyan dolog van, ami ilyenkor mondjuk úgy, hogy fontos tudni, hogy ha esetleg a Erzsi néni meghal, akkor automatikusan a fiára száll a trón, tehát akkor Károly király lesz az uralkodó. Hát addig, amíg le nem mond esetleg, és akkor automatikusan a Vilmos hercegből lesz a király, Vilmos király. Ez az utódlási sorrend. Hát aztán, hogy hogyan alakulnak a dolgok későbbi folyamán, azt meg majd meglátjuk. Na, ami még a privát életünket illeti, anyósomat beoltották másodjára is, megint azt a zenekárt kapott, nem cserélték össze, na hát, és még mindig él, még mindig nem lett semmi különösebb baja, tehát úgy tűnik, hogy ő pont nem esik bele abba a szólásba, hogy azt a zenekárt a vérök képződése jöjjön létre, hála a jó Istennek. Na,
illetve ezúton szeretném megköszönni annak az illetőnek, aki az előző videónk kapcsán adott egy kis apanást, hogy úgy mondjam. Nem mondom a nevét, mert nem kaptam rá felhatalmazást, hogy mondjam a nevét, de ha nézed ezt a videót, akkor valamilyen úton, módon, ha másnak, akkor mondanám, hogy akkor a következő utalásnál a közlemény rovatba írd be, légy szíves, hogy engeded-e, de nem kunyerálunk, hanem vannak különböző elérhetőségeim, hát ugye a videók alatt általában ott vannak az elérhetőségeim, de ha Facebookon fönn vagy, és mit tudom én, rákeresél a Bözsilen oldalra, azon keresztül is meg lehet engem találni. Tehát tényleg csak annyit kérek, hogyha akarod, akkor mondd azt, hogy mondhatom, vagy kiírhatom a nevedet, és akkor a következő ilyen videóban, amihez hozzájárultál most, akkor szponzorált tartalom címszóval, szóval mindenképpen megemlítelek valamilyen úton, mondom, vagy kírom a nevedet, hogy te járultál hozzá, vagy bemondom. Hát mit tudom én, mert meglátjuk, hogy alakul. Na, de ez most azért fontos, mert hogy ugye jövő héten mindenképpen meg akarom csinálni azt a videót, amit már ígértem, tehát a folytatását a Wellingtoni villamosvonalak bemutatásának, illetve ha úgy alakul, mert most még elképzelés, de aztán ugye a terveimet folyamatosan felülírják a dolgok, de jelenlegi terv az, hogy jövő hét folyamán, mivel hosszú hetem lesz, mármint hosszú szabad hetem, ezért elmenyek Rócsdélbe, ami önmagában véve nem egy nagy kusz, már úgy értem, hogy nincs mit úgy néznetek, tehát nem lenne értelme. De azért megyek el Rochdale-be, mert ugye azt tudni kell, hogy ez Nagy Manchesterhez tartozik, és talán, hát most már van 3 éve, ha jól számolom, hogy volt egy ilyen kis videóm, egy ilyen összeállításom, hát valami olyasmi fél magazin műsor, mint a LMBD srácoknak a közlekedési magazin műsora, csak hát én konkrétan ugye Angliával kapcsolatos dolgokat mondtam el benne, és akkor ott megemlítettem, hogy ugye van a Manchesteren belül közlekedő villamos járatok, amik ugye Nagy Manchesterben közlekednek, tehát egyiknek sem közvetlenül csak Manchesterben van megállása, hanem tovább mennek, és akkor valami Manchesterben ér véget, tehát valami a Victoria pályaudvaron ér véget volna, de van olyan, amelyik konkrétan aztán Bury-ből indul, tehát pont ez a Rochdale-i vonal, aztán ez Bury-ből indul, tehát Bury-től Rochdale-ig, hát ez egy elég hosszú utat tesz meg, ugye keresztül megy egy Manchester belvárosán is, de hát ez az egész teljes út, az számításaim szerint egy olyan 2 óra biztos van, mert hát azért nem egy kis távolság, sem Rőri, sem Rochdale, pláne egymáshoz viszonyítva. Úgyhogy, de hát ugye abból indulunk ki, hogy ugye van egy olyan villamos vonal, ami a Manchesteri, bocsánat, a közben, azt hiszem, hogy elütnek-e, mert kicsit szabálytalankodok, ahogy az angolok szoktak, tehát pirosban mennek át, meg nem szabályos helyen mennek át. Na. Szóval, hogy az van, hogy van egy olyan villamosvonal, ami a Manchesteri reptérig közlekedik, és hát Manchester belvárosába, a Manchesteri reptérig eljutni villamossal, az is egy szép túra, tehát az is egy jó óra, másfél óra körülbelül. Számításaim szerint, tehát az se kevés tétel, pedig az még Manchesterhez tartozik. Nem is gondolod, de hogy Rochdale az meg bőven még Manchester után van, és azt hiszem még 2 települést érint Manchesteren után, tehát Manchesteren kívül, mielőtt elér Rochdale-be. Na, de az egésznek az a lényege, hogy azért megyek Rochdale-be, mert meg akarom mutatni, hogy konkrétan ugye
nem a, tehát úgy ér véget a villamosvonal a belvárosban, hogy előtte még megáll a vasútállomásnál is. De nem a vasútállomáson, hanem a vasútállomásnál. Tehát ez nem az a tramtrain, ami Sheffieldben van, hogy konkrétan a vasúti vágányokra megy rá a villamos, és akkor közös megállója van a villamosnak, meg a vasútnak. Hát a közös megállót az úgy tessék érteni, hogy egy hosszú peronnak az elején van a vasúti megálló, és akkor nem, fordítva, bocsánat, van a villamos megálló, és a másik fele pedig a vasúti megállóhely. Úgyhogy Rozsdébe csak inkább azért akarok elmenni, mert ugye az az egyetlen hely, az az egyetlen vonal, amit még nem jártam be, egyrészt, nem láttam még, másrészt meg mondom, meg akarom mutatni, hogy néz ki, amikor a belvárosban, tehát egy kisvárosnak a belvárosi részén van a villamos végállomás. Nem fogom végigfilmezni, mert azért mondom, legalább másfél óra lesz az is. Úgyhogy majd kaptok pár snittet az útról, meg akkor körülnézünk Rozsdél városában. Na, hát ez a terv. Aztán, hogy mi lesz meg belőle, azt meg majd kiderül. Ha láttok videót a jövő héten Rozsdélről, akkor vagy ből, vagy bal, vagy mit tudom én, valamelyik jó osszátok be. Szóval, ha láttok ilyen Rozsdéles videót, akkor voltam Rozsdélben. Na, és akkor még egyszer köszönöm szépen a támogatást, köszönöm szépen a figyelmet. Aki akar, az nyugodtan iratkozzon fel, ha még nem tette meg, mert ott van lent a feliratkozás, nem itt fönt, ott lent van a feliratkozás. Csengőcske, harangocska, mellett szalad a nyulacska, és akkor majd találkozunk egy következő videóban. Egyébként meg, ha esetleg valakinek még úgy adódik, hogy kedvem volna egy ilyen támogatást megtenni, tehát hogy támogatná a következő utamat, ami ugye Sheffield lenne, valamikor május folyamán, akkor én minden segítséget megköszönök, mert hát még mindig ugyanott vagyunk, hogy a levegőt is itt erre vesszük, úgyhogy minden segítséget köszönök, de semmi sem kötelező, tehát nem mondhatom azt olvasni, vagy látni, hogy akkor jönnek a kommentek, hogy én is ilyen kéregetős vagyok, tehát nem. Mindenkinek a saját döntése, saját szabad joga arra van, hogy eldöntse, hogy akar-e támogatni, vagy nem akar támogatni, ha akar támogatni, akkor mennyit tud rászállni, tehát én senkit a zsebéből nem turkálok, én senkit nem fogok arra kötelezni, hülyeség. Szóval senkit nem fogok külön megkérni arra, hogy igenis tessék engem támogatni, aki akar, azt megköszönöm, sőt, még akár beleszólása is lehet a videók folyamába, és akkor én is adtam meg én is kaptam. Na. Úgyhogy akkor nincs az, hogy csak a pénzén kunyanálok, hanem akkor úgymond megfizetitek azt, hogy mit akartok látni. Na. Mivel nálam nincs ugye csatornatagság, tehát nem tudok csatornatagságot fölkínálni, úgyhogy egy exkluzivitás lehet, hogy aki esetleg finanszíroz egy-egy utat, annak a neve megjelenik a videókban, meg esetleg megmondhatja, hogy mit szeretne látni. Ezt vagy meg tudom valósítani, vagy nem, tehát ez meg jövő kérdése. Na, jó van. Köszönöm szépen mindenkinek még egyszer, és akkor én megyek haza, ti meg akkor pihenjetek még mai nap folyamán, mert hónap aztán hétfő lesz, hello. Dolgozni kell, mondjuk nekem is. Na, mivel elmegy a hangom, én is elmegyek. Bye everybody. Nem vagyok covidos, csak megfulladok. Bye.